Elephant Lepra. Vagy baktikának a baktikának bakták, akik szeretnének rendelni, vásárolni a könyvet, akkor Bakti Devi folyosóban, Narodvazsának ennek a 8-atásában tudjuk jó ütemben menni előre. És folytatjuk, tehát mondtok, Kámya Márról volt szó, és ahogy említettem, hogy Kámya Márról valamennyire rejtett, mert elég távol van Nanda Grant-tól, rejtett helyiség, mert mindenféle belsőséges kettelés történik. És rejtett azért, mert hát most kérdezik meg, hogy akár képe vannak erről, hogy ki tudja, hogy Bhaktivinoda-tátul szerint ez a Jolasura démon milyen anarkát képvisel. Valaki? Valaki? Tanítják? Valaki? Nincs rá. Jolasura semmi sincs nálunk, most itt meg tudnám nézni, de ugye mindezek a démonok, amiket Krisna elpusztít, ezek képviselnek valamit, hogy Gábor nevét bejáratnak. Ez képvisel valamilyen féle anarkát. Anarka. Azok a dolgok, amiknek nincsen értéke. Anarka. Akkor az értik. Dolgok, amik fölöslegesek. Azok a rossz szokások, amik meg a magja, más rossz viselkedés, rossz gondolat, szóval ezek a anhajták, és ezek a démonok mind képviselnek más anhajtákat. De most, hogy felszabadulni ezekről, hát mindenki tudja, Hari Krishna. De ugyanakkor azért, mert ezek ugye az, hogy Krishna pusztít az odaadó szolgálat, pusztítja ezeket a anarkákat, akkor Krishnának a kettelésében benne vannak ezeknek az anarkáknak a megszemélyisítése. És amikor tanulmányozzuk, hogy ezek a kettelések hogy történtek, akkor az lazítja és feloldja ezeket a rossz szokásokat és gyakorlatokat a szívünkben, és akkor Kápa Bakunó javasolja, hogy igenis, hogy baktáknak nagyon hasznos, hogy pont ezért azért fontos ezeket a Asura Lila tanulmányozni, mert vannak azok, akik mondják, hogy nem, minket nem érdekelnek, Krisna megöl a szolákat, ez egy anyagi dolog, fő dolog Krisnának a kettelése, gópikon. De nincs szó igazából, ugye semmiféle gópika kettelés, ha vannak ezek a féle szennyes dolgok a szívben. És azért magyarázza ezeket a dolgokat együtt, Sukadev Goswami, hogy pont legyünk képzett arra, hogy be tudjunk lépni Krisnának a kettelés, amit egy is más dolgok. Tud, ide bejött van a vendégek, itt vannak indiai vendégek, akik aztán jöttek darsonra, szadatok Krisztulén, hogyha csak elnéznek az ajtón, vagy hogyha itt előre lehet nekik menni oda,
nem, szóljon, beszéljen velem. Kérdőkötte. És azért ez egy fontos dolog, és a baktáknak javasolva van, ez a pont ez az a tanulmányozása, ezek a dolgok. Szóval Krisna könyvet nekünk ugye a tenező csak úgy olvasgatni, de azért, mert ez már az eszenciának, az eszenciának, az eszencia, a sarana, a sarana, a sarana, akkor nekünk is kell tudni, hogy ez egy nagyon koncentrált információ, és sokkal több tartalomja van benne, mint amit csak úgy látszik. Szóval, hogyha úgy kibontjuk, akkor látjuk, hogy mind azok a másik aspektusai ezeknek a dolgoknak. És végre erről szól Bhagavad Gita, Pesszeg és Simad Bhagavatam, és másik szent írásunk, hogy amikor arról van szó, hogy valami egy összefoglalás és egy sűrített információ, az azt jelenti, hogy nagyon mélyen bele kell valamibe menni. Amikor azt mondjuk, hogy a Hare Krishna Maha Mantra, akkor benne vannak az egész védikus irodalom, csak akkor mennyivel figyelembe kell énekelni Hare Krishnát, arra, hogy lássad az egész védikus irodalmat benne. Most ki látja, hogy az egész védákat a Hare Krishna Mantrában, de benne van. És ugye a Pászjánam, Ramaszutránam, Simadbhagatottamá, és akkor itt van az egész Vedanta Sutra, és az egész filozófiája a Vaisnavoknak a Simadbhagatamban. És akkor ezért is Kámi van egy különleges helyzet, és még tudjuk. Hazugság, igazat nem mondás, mások tulajdonának az ellopása. Mások tulajdonnak az ellopása, ez egy különböző. Nem, de meg igazatlanság, hazugság, másoknak a tulajdonságának az tulajdonának az ellopása. Ez inkább imitációról van szó, aztán itt kérdés, hogy milyen a fordítás, úgyhogy ez hogyan fordítasz, amikor imitálunk valaki más, képmutatás. Ugye jött ez a Dionysura, hát mindenki látta a kis Krishna figyelem, ugye? Aztán nem tudom, hogy ez pont úgy nézte, mint egy denevér. De szóval úgy jó, Dioma, ugye Dioma jelenti, hogy ez a tér, az étel, Dioma, a szóra, szóval ez valami különleges formája. És amikor a tehén pásztor fiúk játszottak ezt a játékot, akkor ő elfogadta egyik formát, mint tehén pásztor fiús teste őket ellopni és hozni ebbe a barlangba. És az a barlang ott van. Múltkor is beszéltem volna, nem? A barlangról. És az a barlang, ez van, mondt beszéltem, hogy... Én nem emlékszem. És itt a dom, az a Sarana Papari, és mi a neve a domnak? Mindent is fog kerülni. És van egy, igazából nem, hát van egy gírivás. De nem olyan hosszú, de gírás, és mondtam, hogy van ott a csúszda, ugye? Igen. És ugye a csúszda az így közepén van, de egyik oldalon van a domb, és akkor van annak egy ilyen szikla, és pont ott a sziklára fel lehet mászni, amikor pont oda mentünk, nem mentünk egész benne, hogy időbe tartott, de fel lehet mászni a balon, de lehetett látni, de a bejárata olyan, de a fele ajtó.
és akkor ott tartott a tehénpásztó fiúkat. Szóval valahogy így ellopni, elvenni, ugye mind a tehénpásztó fiúk, ők meg képviselik Krisnának más tulajdonságait, ugyanúgy, mint a gótik megszemélyeset is Simati Várványnak tulajdonsága. Mint van a Prati Manjari, ő meg Simati Várványnak a szeretete, Guru Manjari meg az ő szépsége. Sridhana, ő is Krisnának a szépsége, ugye? Subal az Krisnának a kedvező erője, és egyszer mint Krisnának is, ugye, Parashya Shakti, Vidhaya Shriyati, végtelenül sok potenciája van Krisnának. Ezek a potenciáknak az eredeti formája az Krisnának a Vrindavan társai. És mindegyiknek, mindegyik egy másik külön dolgot főleg hangsúlyoz. És akkor jön ez a nyomaszúra, és ő meg ugyanúgy, mint egy Ravana, el akar ellopni ezeket a saktit, ezeket a tulajdonságokat, abban a elképzeléssel, hogyha elveszed a potenciákat, akkor Krisna meghal. Ez volt Agaszurának is a filozófiája, hogy ugye Agaszura azt mondta, hogy gondolta, hát hogyha Krisnát látta, én nem tudom, mit csinálni Krisnával, mert mindenki, hát ez valahogy úgy van, mint a moziba, hogy mindenki lánc, és akkor úgy rántekíten Krisztusnál is van egy sisak, és rátenni egy percre, hogy ő Isten. De hogy ez pont így volt, mert nincs írva, de jó, jó, jó filmnek. És de Agaszura is rájött, hogy hát igen, ez inkább jó, hogy őt nem közvetlenül próbálom megölni, hanem inkább közvetett. Hogyha mind a tehéntáncról fél megölöm, akkor meg ő meg fog halni. És ez másoknak is a filozófiája volt, hogyha a Krisnának a társai, akkor meg avval a gondolattal, ugye, hogy ez egyféle materialisztikus filozófia, mert itt van a Csinta Béda, a Bétatva. Szóval azt jelenti, hogy Krisna külön van potenciáljától, de ugyanakkor nem külön tőle. Nem az, hogyha most valamit elveszel Krisnától, akkor nem marad benne. Még ugyanúgy megmarad, hogy a szobhába valaki a csa nem változott semmi Krisna szempontjából. De ez a materialista azt gondolja, hogy ha igen, hát hogyha én akkor elrabolom Istenből ezeket a dolgokat, akkor ő nem meghal. Tehát persze nem halt meg, inkább akkor Krisna jött, és volt egy nagy harc, és Nyomaszúra megölte. Lehet, hogy ilyen nagy gurukulásokkal beszéltem, de ugye mondtam arra a körről, amikor harcolt a Baladév rájött, tehát azt így mondtam, mert most volt nekem hajtálom a szankritánosokkal, itt mondtam. Nem van, Krisnabőrben mondtam. Krisnabőrben, akkor itt megvan a többi baktáknak. És ott van egy, ahol van egy kis falu, és akkor ott van egy kis völgy, és akkor jön fel itt a dombnál, és ott van a barlang, és előtte van egy kis, van egy olyan kő, amit, nem egy kő, egy kis domb, mondjuk olyan magas, mint itt a templomszoba, és fele olyan nagy, és annak a tetején van Balramnak a lábnyoma. Szóval amikor történt, akkor olyan erős volt a harc Krisna és Nyomaszúra között, hogy az egész világ kezdett úgy reszketni.
És akkor arra, hogy stabilizálni mindent, akkor Balaram lenyomta, rálépett a földre, és akkor ezen a nagy köven ott van Istának a Balarámnak a lábnyoma. Amikor elküldtem Csitanajkogut, amikor volt Mindárban, hogy vegye mintát Istának a lábnyomára, és akkor elment Govardhanba, van Kuszum szóra, azt mindenki tudja, hogy a szóra nem volt átlapott, mindenkinek van 30 képe róla, van a legfényképezettebb műemlék, Mindárban. És akkor egy kicsit Govardhan város felé, a Ratna Sinhasan, ahol történt ez a kettelés, amikor Krishna megölte a Sankacsúdát, ott kezdődött a kettelés, nem is ott ölte meg. És pont ott van Krisnának egy lábnyoma. Arra sikerült, de arra kaptunk egy mintát Krisnának a lábnyomáról. És amikor ide költük, akkor ugye mondtam, hogy van egy kis falu. És oda ment, és kezdte, ugye amikor csinálsz mintát egy lábnyomról, akkor beöntött. Hát itt most nem kis volt, hanem gumi volt. Falusiak találták, hogy ez most itt ment valamit ebben, mit fog csinálni, és akkor elkergették Csitha, és másképp azzal volna, hogy ott ugye Krisna bőrre van Krisnának a lábnyoma, de nem sikerült Balarámnak a lábnyomát. Vannak több helyen, akkor, ahol vannak ezek a Sarvapahari, elvittem a szankutánosokat is, és kurukulásokat, ami meg a underground mögött van, ami nagyon szép, nagyon mélyen lehet látni, Krisnának a lábnyomát, de több helyen van valami 5 vagy 7 hivatalos lábnyom, aztán annyi más lábnyomok vannak, vagy azt, amit mondanak, hogy lábnyomok. Szóval rejtett hely Kamyavan, mert itt próbálta elég is rejteni ez a Vyomaszura Krisnának a potenciát, saktiát. És miért ez egy a narta? Hát mi is gondolhatjuk, hogy ez a féle képmutatás, hogy mi fogjuk ugye Krisnának a tulajdonságát, hogy mi volt, ahogy volt kifejezően. Több minden is van még, mert ez stealing others' property, elvenni másoknak a tulajdonát. Van egy olyan is, hogy company of cheating impersonalists, who disguise themselves as so-called devotees. Igen, szóval ellopni valaki másnak a tulajdonságait, mert végre az, amit mi is csinálunk itt a világban. Hát amilyen szerepet játszunk, ez csak Krisnának a szerepe. Én vagyok az apa, de ki az apa? Ugye? Krisna az apa, Nanda Maharaj az apa, mi meg akarunk apa szerepet, vagy fény, vagy feleség, vagy hogy vagyunk szép, vagy okos, vagy ilyen dolgok, és akkor ezekre a dolgokra büszke vagyunk, vagy ezekre a dolgokat élvezünk, de ezek igazából mind egyféle illúzió. Tehát nem egyféle illúzió, egy illúzió, de van sokféle illúzió, és akkor egyféle illúzió. Szóval ebből, mert mi is akarunk imitálni Krisnát, és nagyon el vagyunk merülve ezekre a dolgokra,
Igen, és Krisna tudat arról van szó, hát jó, hogy tudjuk akkor kiengedni, ugye mindez a barlang nekünk is, ugye barlang mi, az egy olyan rejtett dolog, és mi az a rejtett dolog, hát ez a szív, Csaitodarban, Marcsan, a szívben van ez a dolgok, ahol rejtjük ezeket az elképzeléseket és a vágyakat, hogy mi igazából vagyunk valami más, mint ami vagyunk. Vagy tudunk lenni valami más, ami vagyunk. Ami igazából vagyunk, az Krisnának a szolgálja. És amikor valami más elképzelésünk van magunkról, vagy hogy mit kellene nekünk itt elérni a világban, vagy hogy mi mást fogunk kölcsönözni valaki mással, ez egyféle indikáció az eredeti valóság, ami történik Krisnában. Oké, akkor most itt van Isvara Krisna Prabhu, és akkor fogunk elkezdeni olvasni, és a gyanúm, hogy ma fogunk majd Yudhisthira Maharaj és a Jaksáról olvasni. Navabraja Mahima, második kötet, 5. fejezet Kámnyava, 64. oldalon kezdjük. Néhány útleírás szerint a Kámnyavan parikram a Vimala Kunda előtt a közeli Dharma Kundánál kezdődik. A Kámanban számüzetésüket töltő pándavák egyik legemlékezetesebb kedvelésének szintere ez a hely. Az öt testvér épp egy őzet üldözött, mert az állat ellopta egy brámana merő kamalát és arami fáját. Megszomjaztak, és amikor megpillantották a Dharma Kundát, Nakulát megkérték, hogy hozzon vizet. Ez le van írva a Bhagavatban, ez egy jó ismert kedvelés. A fák között megbúvó tó tükrén lótusz és lilium nyílt. Vízi szárnyasok lárgdala hallatszott. A kristálytiszta víz hívogatóan csillogott, s Nakula alig várta, hogy szomját oltsa, mielőtt tegezét megmeríti. A tó közelébe érve azonban egy hangot hallott. Gyermek! Ne igyál ebből a vízből! Ez a tó az enyém. Nem meríthetsz belőle, mielőtt meg nem válaszolod a kérdéseimet. Ne igyál a vízből! Nakula meglepetten nézett körül, de nem látott senkit. Sietve kortyolt néhányat, és azon nyomba holtan esett össze. Telt múlt az idő, és Yudhisthir Maharaj elküldte Sahadevát, keresse meg testvérét. Most nem felejtsétek el, hogy ők úgy innét, mondjuk egy pár kilométerre élnek, és egy kicsit hangosabbra lehet ezt rakni. Csak, és és akkor nincs a triáknak a dolga vadászni, körülmenni, ellenőrözni, a falukat látogatni, hogy vannak a bridge-bászik, Yudhisthira-s hallgatni másoknak a igényeit, panaszjait. Itt ugye most a történet az úgy volt, hogy jött egy brahmana, és ugye amikor visszatérünk a tegnapi védikus kultúra témára, ez jó, hogy itt jött egy brahmana, most képzel el, hogy valaki csinál jagját, brahmanák csinálnak jagját, és van ez a kanál, ezt hogy hívják? Mi a szanszkrit szó a kanálnak? És egy őz ellopta
a kanalat. Most általában nem gondolt, hogyha valaki ellop tőlem egy kanalat, akkor én elmegyek a királyhoz. De ez az, ami volt, hogy akkor elmentek Pirisztilmaráshoz, és akkor nem csak Pirisztilmarás, hanem az egész pandavák, mint öten, akkor mentek keresni egy őzött, aki elfutott, egy kicsit gyanús, ugye általában őzök nem fognak elmenni ilyen dolgokat. Szóval az úgy, mint amikor Úr Ramachandra lát ezt az aranyőz, akkor neki gyanú volt, hogy ez most nem egy közönséges dolog, és lehet, hogy itt van valami misztikus mögöttem. Ők is, ugye, mi haszonja van, ugye őzők, ők a legendek, szelíd állatok, ők nem fognak ellopni egy kancs, de mentek utána. Szóval ilyen felelőssége volt a királynak, még ilyen minimális dologra, hogy amire Ramnáknak volt szükség, akkor mentek, és akkor. Szahadéva a tóparton rámehet élettelenül heverő bátyjára. Megsiratta, ám szomjúságán még gyászában sem tudott erőt venni. Inni vágyott. A hang figyelmeztette, de hiába. Nem hallgatott rá, s az élete bánta. Arjuna és Bhima a keresésükre indultak, s a Dharmakundánál testvéreikhez hasonlóan őket is varázslatos erő kerítette hatalmába. Egyikük sem hallgatott az égi szóra, s mindkettőjüket elragadta a halál. Végül aztán Yudhisthira Maharaj is követte őket a tópartjára. A Dharmakundát körülölelő szépséges mennyei tájat rémséges kép rútította el. Fivéreinek holt teste. Yudhisthira Maharaj a testvéreihez szaladt, de hiába próbálta az élet jeleit fölfedezni rajtuk. Csata vagy ellenség nyomait se látta sehol. Nem értette hát, mi okozhatta e négy legyőzhetetlen harcos halálát. A király megdöbbenve állt, majd ő is inni akart a tó vízéből. Bölcsebb volt azonban testvéreinél, s az intő hangra megtorpant. Ki vagy? Kérdezte, mire félelmetes alak jelent meg előtte. Jaksa vagyok. Ez a tó az enyém, de a fivéreit úgy akartak inni a vizéből, hogy nem tettek a kedvemre. Nem válaszoltak a kérdéseimre. Loptak abból, ami a másé, és ezért mind a négyen halállal lakoltak. Én nem veszem el, ami a tiéd, felelte Yudhisthira Maharaj. Kérdezz bármit, én megfelelek. Alázatos válasz a hallatán, a jaksa a dharma alapelveiről kezdte hallgatni a királyt. Itt pandaváknak mind vannak valamilyen tulajdonságai, és még ha ők ugye tiszta vajsnávok, és Krisnának a örök társai, de ugyanakkor ők meg képviselnek más, szóval vannak bennek más élőlények is. Igazából szó szerint öt Indra. És itt látjuk, hogy Nakula, Sahadev, Bhim, Arjun, ők képviselnek másféle büszkeséget. És amikor valaki kicsit büszke, akkor hirtelen viselkedik, és ha nem hallgattak oda. Szóval Nakula, azért, mert ő olyan csinos volt, büszke volt, hogy milyen szép volt. És Sahadev nem milyen jó kardos volt, vagy milyen jó diplomáciát, már nem emlékszem, hogy melyik. Bhima persze, hogy erős, és Arjuna meg, hogy milyen tökéletes harcos volt. És ugye mindig óvatos kell lenni, hogy mindenkinek van valamilyenféle különleges tulajdonsága. Amiben mindenkinek van valami, ugye? És valami, amit jobban csinálunk, mint valaki más, mert ez ami adja az egyéniséget a személyiségünknek. És
nem szabad erre büszke lenni, vagy hogy ez lenni egy akadály arra, hogy jól átgondolunk dolgokat, mert így ráfüzettek az életükkel. És nem volt egy nehéz dolog, oké, valaki mondja, először beszélj velem, mielőtt iszol a tóból, hanem nem hallgatok rád, én túl szép vagyok, én túl erős vagyok, én túl valami más vagyok, és akkor meghaltam. De Jurisztina, és ő meg bölcs. Szóval amikor a bölcsesség van, akkor mondja, oké, nem volt oké, hát még mielőtt a legelső, akkor nem volt így senki, de amikor már egy, kettő, három, és én vagyok a negyedik, akkor már gondolom, hogy itt most inkább jobb lenni, óvatos lenni. De persze Krisnának az erőfeszítésével, Krisnának a illúziójával, pardon, akkor így beleestek ebbe a dologba. Jó. A titokzatos Jaksa és Judistir Maharás párbeszédét az olvasó teljes terjedelmében megtalálja a Judistir Maharás válaszai Jamarás kérdéseire című függelékben. Oké, van nekem kérdés, hogy erről valamikor beszélt, akkor tudjuk volna, és olvassuk ezeket, tehát hát nem tudom, ne, hát a Pendix 8, nálam 389, nem tudom. Igen, ott. Oké, szóval itt elkezd kérdezni ez a Jaksa Jurisztir Maharástól kérdéseket. Aztán ki fog derülni, hogy a Jaksa nem csak ők, ugye Jaksa az hát a Jakság Prabhupád mondja, hogy a törökök, vagy Törökországból jönnek, mint mondja, mostani törökök, de akkor, amikor Dhruva Maharás, ugye a Jaksággal harcol, igen, szóval a törökök, és de nem közönséges, ezt a formát, aki fog derülni, hogy ez igazából Yamaraj. És Yamaraj is a neve Dharmaraj. Ugye, mert Yamaraj ő a halálnak a uralkodója, és az a félisten, aki megdönti, hogy ki milyenféle eredményt fog kapni, amikor meghal, ami azt jelenti, hogy ő teljesen képe van a dharmáról. Mert ő tudja, hogy mindegyik körülményben mi kellett volna, hogy legyen, és hogy mi az eredmény, következmény az, hogyha nem úgy volt, mint ahogy lett volna. És neki van egy titkára, akinek a neve Csitra Gupta, és ugye Yamaraj, ő jött, mint Vidura, Krisnának a testelésébe. És akkor úgy van mondva, hogy Csitra Gupta akkor átvette tőle a munkát Patalába, vagy a alsó bolygó rendszerbe. És ő most így kérdezi Jurisztri Maharást, ő most akarja látni, mert Jurisztri Maharás az ő fia. Na most, milyen bölcs igazából az én fiam. És akkor kérdez kérdéseket, most Isvara fogja kérdezni a kérdést, és megnézzük, hogy bakták tudják a választ. És kellene számolni, hogy hány kérdésből mennyit helyesen válaszolunk, és akkor tudjuk, hogy milyen bölcs vagyunk. Oké, akkor. Tehát ez Krisna Dharma a Mahabharatájának 34. fejezetéből és az ahhoz tartozó függelékből származik a beszélgetésnek a leírása. Oké, minden kérdésre megállunk megint. Oké. Mitől lesz valaki művelt? Válasz. Védelt. Hangosan van? Védelt. Oké, egyet kaprasszik önnek. Igen, valahogy, és hogy tanulmányozik a védelmet. Aztán hogyan érhet el lelki felemelkedést? Bölcsek követ is áll. Nem, itt azt mondja, hogy aszkézis. Ugye a lemondás és a tapasztja. Ugye emeli valakit egy magasabb szintre. Következő,
Mi az ember második természete? Második természet? Ismeren? Az értelem. Második természet. Élet, és második, legközelebb a lélekhez, az a természet. És? Miáltal lesz valaki bölcs? Hogy lesz valaki bölcs? Idősebbek, azok bölcsebbek, és hogyha az ő társaságokat megtartottak. Hogyha szolgáljuk az, a bölcseket és az időseket, igen, az lesz valami. Oké. Mi a brámarák isteni tulajdonsága? Varnásban. Hát mi a brámaráknak az isteni tulajdonsága? Egyszerűség. Ha? Tudás. Egyszerűség. Nem. Tehát az igazság. Ha? Igazság. Nem. Tehát az igazság. Kedves. Ha? Kedves. Fő dolog, mint sajnálok a Brahman. Hát, tanít, tudnak imádkozni. Védát tanulják. Védát tanulják. Aztán. Miben hasonlítanak a jámborokra az erény gyakorlásában? Már a Brahmanak. Miben hasonlítanak a brámonák a jámborokra az erény gyakorlásában? Erre már egyszer mondtuk ezt, a Isvara. Aszkézis. Erényes lelki gyakorlatok az aszkézis. Oké. Okay. Mi teszi őket emberivé? Mit csinál mindenkit emberivé? Ha? Igen, hogy halandok, hogy mindenki meghal. És mi által válnak hasonlatossá a vallástalanokhoz? Hogy lesz egy brahman vallástalan? Nem. Azt hiszi, hogy ő a teste. Válasz. A vallástalanokhoz pedig olyankor hasonlítanak, amikor rossz hírét keltik valakinek. Oké, okay, most megyünk át, a vallásban megyünk, akkor a következő válasz, akkor a csatriák. Mi a csatriák isteni tulajdonsága? Kösés. Ha? Kösés. Nem. Nem. A fegyverük. Aztán? Mikor jámborak a ksatriák, és mikor vallástalanok? Jámborság az? A követik a brámonákat. A követik a brámonákat. Jámborság az a... Ha áldozatokat mutatunk be. Igen. És? Mikor vallástalanok? Vallástalan az mi? Érdekes válasz. Amikor nem adnak védelmet azok, akik rászólnak. Mi a csatriák emberi gyengesége? Mi? Gyávaság. Igen, ez az. Szóval a félelem a gyávaság. Mi az áldozatban a száma, mi a jajzsúr, és mi az, ami nélkül nem létezhet áldozat? Ez egy kicsit technikus, de akkor válaszolj is. Az áldozatban a száma az élet, a jajzsúr az elme, és a rég az, ami nélkül nem létezhet áldozat. Judistik? Menjünk le a következő. A jaksa lélegzetvételnyi szünetet sem hagyott Judhisthirának, olyan gyorsan szegezte neki a kérdéseket. Mi a legnagyobb kincs a földműves, a magvető, a jólétre vágyó és az utódott nemző számára? Tehát mi a legnagyobb kincs a földműves számára? Mi a legnagyobb kincs a magvető számára?
A magvetőnek mi a legnagyobb? Mi a legnagyobb kincs a jólétre vágyó számára? Nem. Fontos. Nem, mi a legfontosabb dolog igazából, hogy mondják, a, ki mondta? Terjén. Üzlet emberek akarnak jól létet, terjén. Nincs terjén, nincs üzlet. Vagy korlátozott. Igen, hogy, igen. Én csak pár napja találkoztam itt egyik támogatókkal, Parvin Gupta, akiknek már Brindavanban régen, ahogy bakták bejönnek. Hát most sok ilyen dolgok vannak a Bhakti Vanta Swami Margon, de őnek volt ott egy gósala, amit a öreg, végtelen teheneket gondoskodtak igazából, nem arra, hogy tegyük tenni. És mondtam neki, hogy megyek Indiába, azt mondta, hogy meg kell látogatni az én másik két testvére, mert öt testvér van. Ők most Delhibe belvárosba elkezdtek egy tehén kórházat. És gyűjtik, összegyűjtik Delhibe, amikor van valami sérült, beteg, elütött tehén, daruval felemelik, elviszik, műtik, és aztán gondoskodnak rájuk. És szóval ez ugye önnek itt Magyarországon 42 boltja van, és aztán ez, szóval önnek úgy egyértelmű, hogy tehén és üzlet. Ugye, hogy ahol a tehén van végben, akkor az üzeres. Ugye volt az a utána bakták, akik ott voltak, legalább falma voltak, amikor a Jótrában mesélte azt a mesét a tehénről. Jó, akkor és a utolsó. Mi a legnagyobb kincs az utódott nemző számára? Jó. Bocsánat, jó. Jó fiú. Itt mondták, jó fiú. Hát ezt mondta. Okay. Milyen emberre mondják, hogy bár lélegzik, eszes, tiszteletnek örvend, és az érzéki örömöknek is hódol, mégsem él? Ez egy kicsit bonyolult a válasz volt. Arra mondják, hogy bár lélegzik, mégis halott, aki nem teszi elégedetté a félisteneket, a vendégeket, a szolgákat, az ősöket, és saját magát azzal, hogy megszentelt ételt ad nekik. Szóval megszentelt ételt kell félisteneknek ajánlni, mi a múltiknak átadjuk, ugye, szolgát ajánlunk nekik, vendégek, Prabhupád mindig vendégek, szolgák vagy segítők, családi tagok és önmaguk, akkor ez valamit, hogyha él, de igazából ha hulla, aki nem eszik puszáramot, és aki nem hoz puszáramot másoknak. Oké, akkor itt van a rövid kérdések. És van? Mi nehezebb a földnél? Mi nehezebb a földnél? Matajik. És van. Az anya nehezebb, mint a föld. Oké. Mi magasabb az égnél? Bakták. Az apa magasabb, mint az ég. Mi sebesebb a szélnél? Mit mond a Bhagavad Gita? Igen. És miből van több, mint fűszálból? Hát itt gondolat, valaki mondta gondolatot, helyes. Jó, folytasd. Kis magyarázat van, itt Judistír úgy értelmezte a kérdést,
hogy az anya szolgálatával az ember megkapja a földet, míg az apa szolgálatával a mennybe emelkedhet. A jaksa tovább kérdezett, mi nem mondja be a szemét alvás közben? A hal nem mondja be a szemére, amikor alszik. Mi nem mozdul születés után? A tojás nem mozdul születés után. Tudós. Mi az, aminek nincsen szíve? Mi az, aminek nincsen szíve? Minek nincs szíve? Jó, kő. A kőnek nincs szíve. És mi az, ami magától dagad? A folyó magától dagad. Folyó. Ki a barátja a száműzöttnek? Ki a barátja a száműzöttnek? Ki a barátja a száműzöttnek? Hát aki beleg van, nem? A száműzött barátja az utitás. Ki a barátja a családosnak? Hát itt nem egyértelmű, mert az igazából a férfi családosnak, akkor igen, a feleség. Családos vagy a házastárs. Ki a barátja a betegnek? Betegé az orvos. És a haldoklónak? De ez már nem volt könnyű. A haldoklónak ki a barátja? Mindenki ezt nagyon jól emlékezze meg, de amikor haldoklottunk, akkor ezt fogja meghatározni, hogy milyen könnyen fog haladni a haldoklás. Valaki ezt vagy tudjátok, hogy kitalálni nem fog, nem lehet, ugye? Oké, is van. A haldokló barátja pedig a könyörületesség. Könyörületesség? Na várjál, ez rosszul van fordítva. Nekem itt van a charity, ami az adományozás. Jó, de körülbelül ez. Következő fordításba kijavítjuk. Következő, folytassuk. Ki a vendége minden élőlénynek? Nem. Vendége minden élőlénynek. És úgy kell gondolni. Felsőről. Tökéletes. Itt azon az élőlények vendége Agni. Apának, te mondtad tüzet? Nem. Bocsánat. Rosszul hallottam. Agni. Igen, tűz. Mi az örök vallás? Mi az örök vallás? Nem. Örök vallás. Ez megint egy nagyon praktikus válasz. Örök vallás. Örök vallásnak azt tekintik, ha az ember gít ajánl fel az Úrnak szóló tűzáldozatban. Várjál. Te most a rosszat folytatod. Szerintem? Mi az örök vallás? Tenyének a teje? Ez már a következő kérdés. Mi az életadó nektár? Honnan tudtam? Hát van, ott ki van javítva, ott van. Itt sorrendben vannak. Tehát sorrendben vannak? Itt meg nem, az akkor az jó, helyes. Oké, vissza, az örök vallás az mi?
Az örök vallás, ha az ember gít ajánl fel az Úrnak szóló tűzáldozatban. Oké. Okay. És mind a, mi az életadó nektár? Tehintej. És mi hatja át az egész univerzumot? Levegő. Az egész univerzumot levegő hatja át. Mi az, ami magányosan vándorol? Hát csak bölcs kell lenni. Nap. Nap. Igen. Magányosan a nap vándorol. Mi az, ami a születése után újra megszületik? Ha? Nem. A hol? A holt. Újra és újra a holt megszületik. Ilyen sok szupasparta van. Mi a hideg ellenszere? Tűz. A hideg ellenszere Agni. És mi a legnagyobb mező? Ott van Bhagavad Gita-ban a legnagyobb mező. Ha? A föld. Az egész bolygó. Mi az erény legfőbb tartópillére? Válasz. Az erény legfőbb tartópillére a bőkezőség. Mi a hírnév legfőbb tartópillére? És az remélem jól van fordítva. Hírnévé az adományozás. Na végül. Mi a menny legfőbb tartó pillére? A menny legfőbb tartó pillére az igazmondás. És mi a boldogság legfőbb tartó pillére? Mi a boldogság legfőbb? A boldogság legfőbb tartó pillére pedig a jó magaviselet. Jó, legyünk vissza Kámyavánhoz. Itt még van jó sok, ugye ezek nagyon szép, fontos dolgok, és nagyon ügyesen tudják a bhakták, lehet látni, hogy a következménye Krisna tudatnak az, hogy bölcs lesznek, és ezek között van. Nem egyértelmű ugye a válasz, és igazából feljön a kérdés, hogy van ezekre több, mint egy válasz, mint ez a, hogy mi az, ami után megszület, megint megszület, igen, szóval egy madár, az úgy, de az Dvija, meg van, hogy a Brahmana, vagy a Avatot, tehát itt a Hold. Röviden, tökéletesen válaszolt Yudhisthira Maharaj, és akkor folytassuk. Srila Prabhupád gyakran elmesélte ezt a történetet, és különösen sokszor idézte Yudhisthira Maharaj válaszát a jaksa utolsó kérdésére. Mi a legdöbbenetesebb dolog a világon? Ez ki tudja a szanszkritot? Ki tudja a magyar? A király így felelt. Ahanyahani bhutani gacchantiha yamalayam sesak sthavaram ichanti kimascharyam atakparam. Minden pillanatban megszámlálhatatlan ember hal meg. Az élők mégis azt hiszik, örökké fognak élni. Ez egy sokszor idézi ezt Srila Prabhupád és magyarázza. Ugye persze, ki az, aki gondolja, hogy örökké fognak élni, szóval egy pár ostoba ember, aki, mert mindenki látja úgy is, hogy meghalnak. Szóval vannak pár ember, azt gondolják, hogy hát igen, majd ezt a halált le fogjuk győzni, és örökké fogunk élni, de az még ritka, inkább
hogyha van erről valami elképzelés, gondolják, hogy oké, akkor nem 100 évig élünk, hanem 500 évig, vagy 1000 évig élünk. De hogy örökké, az ritka. De inkább a szellemisége, a mi életünknek, ahogy így vagyunk ebben a világban, az egy olyan dolog, mint úgy viselkedünk, mint hogyha örökké fogunk élni. Nem úgy viselkedünk, mint hogy most látjuk, hogy mindenki meghalt. Nyissátok ki a híradót, nem pont most, de valami, és akkor nézzétek, hogy ma Budapesten hány ember halt meg? Hány ember van meg Budapesten naponta? 70 évig él 2 millió ember, 70 év 365, az mennyi? 25 ezer x 2,5 millió, az 100 ezer. 1000 ember halt meg ma Budapesten. És ez az 1000 ember mind 80 éves volt, vagy 90 éves volt. Valahogy érdekes lenne közöttük, hogy hány voltak kis gyerekek, hány voltak fiatal emberek, férfiak, nők, öregek, stb. Mi nem látjuk. Valakivel most találkoztam, mert egy Angliában volt, aki jött vissza Indiából, és ő kifejezte, hogy semmi nincs elrejtve Indiában. Szóval én nem tudom, mit látok, de én már láttam halott hullát feküdni. Ember, tehén, kutya, majom, disznó, minden, addig, amíg valaki elviszi, addig ott vannak. És szóval lehet látni, nem, hogy valahol úgy el van rejtve, és sanitize. Igen, feltétlenítve, inkább ilyen, egy ilyen védett körülmények alatt el van rakva. Szóval látható, és ez történik. És hogyha látunk egy ilyen dolgot, szóval, hogyha valaki látott balesetet, amikor valaki el volt ütve, többen, és akkor nem volt egy sokkoló dolog, és mit gondoltál akkor rögtön? Hát ez velem is tudna történni, és akkor... Szóval, de most mi lenne, hogyha naponta 1000 balesetet, és nem is tudnánk látni 1000 balesetet, de elég komoly traumatikus lenne az élet, de egy kicsit másképp élnénk az életet, ha teljesen tudatra vagyunk ebben, de nem vagyunk tudatra róla, szóval úgy élünk, nem látjuk, mint hogyha minden jó, minden szép, lement a nap, holnap jön fel a nap, legtermészetesebb dolog, most lesz puszádom, és de inkább, hogy szembeállni ebben a dologgal, hogy lehet, hogy én lehet, hát valamikor én leszek ez az 1000 között. De ez lehet, hogy holnap van, ez lehet, hogy jövőre van, lehet, hogy csak 40 év múlva van, de végre mindegy. De úgy élünk, mint hogyha valahogy ez nem történik. Ennek a komolyságát nem veszük el át. Hogyha komolyságát átvennénk, és akkor ugye vakták, hallották ezt a példát, hogy hát én még emlékszem, amikor még fiatal voltam, volt egy ilyen televízió program, és 1960-as években, ami az volt, hogy fuss az életedért, vagy valami run for your life. És ez arról szólt, hogy valakinek egy év volt élni. És persze miután futott érzékkielégítés után, de hogyha mi is tudnánk, hogy nekünk van egy év, vagy ahogy Bhagavatam kifejezi, hogy nekünk van egy hét, és végre ez a háttere Srimad Bhagavatamnak, mit csinálsz, amikor tudod, hogy meg fogsz halni? És akkor jól mondjuk, Sukadeva Goswami, hogy tudta, hogy neki egy hete van, de mi nem is tudjuk, hogy nekünk egy hetünk van. De persze mindenki van, hát pedig ez jó. De mondva, Bhagavatam, ez csak egy hete van,
de statisztikailag lesz valaki, aki hallgatja a leckét, akinek csak egy hete van. És erre, hogyha és mit csinálsz, Prakshit Maharaj rögtön leült. És rögtön komolyan ugye vette Simad Bhagavatamnak a hallását. Szóval mennyivel komolyabb leszünk, és senki nem vitáz azt, mennyire komolyabb lennénk az életben, ha mi gondolnánk, hogy mi most azt akarok, haldoklunk, meg fogunk halni, tudjuk. Emlékszem, pár éve volt egyik idősebb bakta, aki, már itt mondtam, a magyar jatrának, idősebb bakta, aki megjelenült a templomba, tehát, hogy hogy itt vagy. Hát a orvos mondta, hogy nagyon rossz egészségi állapotban vagyok, és aztán úgy látszik, hogy meggyógyult, és aztán többet nem jött vissza. Szóval amikor már rögtön tudjuk, hogy minden rosszul, akkor megyünk tarsant imádkozni, és hogyha véletlenül jól jön ki a vizsgálat, akkor meg folytatódik az életem ezt. Ezt a hangsúlyozom. Oké, akkor ebben a kedvelősen. Yudhisthira Maharaj minden kérdésre helyesen megfelelt, ezért jutalmul visszakaphatta egyik testvérét. Szóval a Jaksa mondta, na te tökéletesen válaszoltad, akkor megjutalmazok, és kérdezd meg, hogy valamelyik testvérednek az életét vissza és visszaadni. A Jaksa ámulva hallotta, hogy a király Nakulát szeretné visszahozni az életbe. Nem értette, miért választotta őt Yudhisthira, amikor a küszöbön álló háborúban Arjunához és Bhimához képest Nakulának vajmi kevés hasznát veheti majd. Miért őt választottak? Kérdezte meglepetten. Apámnak két felesége volt, Kunti és Mádri, felelte Yudhisthira Maharaj. Mindketten a fiúkként bántak vele. Van-e jogom Kunti fiaként életben maradnom, ha eközben Mádrinak egy fia sem marad? A Jaksa annak tudatában tette próbára a király bölcsességét, hogy a háborút Arjuna vagy Bhima két legerősebb harcosa nélkül bizonyan elveszíti. Yudhisthira Maharaj válasza azonban egyértelmű volt. Nem a látható eredmény számít, mondta. Sokkal fontosabb, hogy az ember mindig hű maradjon a dharma elveihez, mert ha így cselekszik, győzelme biztos, akármi is legyen, tette egy végeredménye. Az a dharma, rakshati, rakshitana. Szóval képzeljük el, Yudhisthira Maharaj, hogy tudja, Arjun Bhima nélkül nem nyeri meg a háborút. Nakula, Sahadev, ők úgy jó harcosok voltak, de ők nem voltak ugyanabban a kategóriában, mint se, mint Bhim, vagy főleg Arjuna. Ugye még Arjuna még stratégia fontosabb volt, mint Bhim. De nem arra gondoltak, hogy most mi a közvetlen eredmény, hanem gondolt, hogy mi a dharma. Nekem van két anyám, és akkor az a legjogosabb dolog, hogy mindegyik anyának él egy fia. Még megtöbbent, még Yamaraj is ebben megtöbbent. Yudhisthira Maharaj egy szállóigévé vált mondással magyarázta el, miért a becsület a legbiztosabb, legdicsőbb út. Dharma rakshati rakshitaha. Az erény, dharma, megvédi azt, aki az erényt védelmezik. És igazából ez a, amiről tegnap mi beszéltünk is, amikor a eszenciáját mi át akarjuk venni Krisna tudatnak, barnásra, más dolognak, megtanulni ezt a, elfogadni ezt a dolgot, és gyakorolni ezt a dolgot, hogy amikor a helyes dolgot csináljuk, ami nem mindig az egyértelmű dolog, és nem mindig a legközvetlenebb dolog, és általában nem a rögtön az eredményesebb dolog.
És amikor a helyes dolgot csináljuk, akkor megkapjuk a helyes eredményt. Ez az alkotmánya a jámbor életnek, ez alkotmánya a jóságnak. Dharma raksati raksitaha. Szóval ki tudja ezt a mondást, dharma csak háromszor. Dharma raksati raksitaha. Ez jó lenne mindenki megtanulni, ezt kell állandóan mondani, mert ez egy fontos dolog, nem csak itt a mindennapi életben, hanem a transzendentális életben ezt a dolgot, hogy mindig a dharmát követni. És amikor tudjuk, mi a dharma, bízunk abba, hogyha elégedett, mert lefordítva ez a meghatározása a bizalomnak is. Svara Visvasubhita Nisztói, mi az, hogy Krisnakar, hogyha mi elégedetté tesszük Krisnát, akkor minden jó lesz. De elégedetté tenni Krisnát, nem szükséges jelenti, hogy elégedetté teszem az érzékemet, az elmémet, valaki más, valaki körülmény, és mindig mondta, nem, ez biztos, ez a legjobb dolog. És inkább vesztek avval, hogy csináltam a jó dolgot, mint hogy nyerek avval, hogy csináljam a rossz dolgot. És akkor? A jaksa, akit megindított Judisztír erkölcsi érzéke, azzal jutalmazta a királyt, hogy visszahozta fivéreit az életbe. Mintha csak néhány álomból ébrednének, frissen álltak föl. Még a szomjúságuk is eltűnt. Judisztír Maharács arra kérte a jaksát, fedje föl kilétét. A jaksa úgy is tett, és eredeti alakjában jelent meg előttük. Yamaráj a dharma megtestesülése volt ő, a halál ura, Judisztír király apja. A pándavák a földre borultak Yamaráj előtt, aki elárulta, hogy őz alakjában ő lopta el a brámon eszközeit, és tette próbára az öt testvért és fia, a testet öltött erény, bölcsesség. Miért akar egy fadarabot rágni egy őz erdőbe, ahol van annyiféle finom dolog, mint ilyenni? Yamarajat örömmel töltötte el Judisztír Maharaj jellemet. Visszaadta neki a brámana tulajdonát, és azzal áldotta meg a pándavákat, hogy senki sem fogja fölismerni őket a rangrejtve töltött utolsó év alatt. Yamaráj még mindig a dharma kundánál él. A bakták e szent helyen felidézik a dharma legfőbb elveit, és ez erőt ad nekik, hogy ezeket, a szádana, a tisztaság és az önfegyelem elveit alkalmazni is tudják. Amikor voltunk, akkor 10 volt a dharmakunkban, és de mondták, hogy nyáron úgy kiszáradt. Sajnos sok ezek a kundok azért nem nincsenek gondoskodva, és hát ott voltak a 5000 évben, ugye, akkor betelnék, és ugyanakkor, mert a víz szinten nincsenek vízesés, nyáron kiszáradt. És pont most ott nagyon sűrű, ott van egy sarka, egy része az egész Kánaán városnak, említett emberi ott voltak multik, Judisztír Maharajról, Yamarajról, és valaki más pandavákról. És ott van meg, akkor azt hiszem fogok olvasni, hogy Kámisvár Mahadev. A transzcendens létet és a Vrajabhakti kincsét egyedül az nyerheti el, aki meghódol a Guru és Krisna előtt. A szabályokat követő odaadásnak szenteli magát, és fölemelkedik a jóság kötő erejének szintjére. Más szóval, Vraja titkai csak és kizárólag akkor tárulnak fel előttünk, ha felvállaljuk és kitartóan végezzük a Vaisnava dharma tisztító gyakorlatait, melyeket Srila Prabhupád adott át nekünk. Ahogy Nandagrámban, úgy itt is gyakori, hogy a zarándokok Kámjavan körüli parikramájuk előtt
ellátogatnak Kámon szent helyeire, és megfürdenek a Vimalakunda vagy a Dharmakunda vizében. Kámont eredetileg fal vette körül, és egy-egy kapuja nyílt Dig, Szétubandakunda, Charanapahári, a Pancsában található Vaisnava Devi, Delhi, Nandagrán és Varsana irányában Mathura felé. A falon belül a legtöbb zarándok a Dharmakundához megy. Környékén több tavat is találunk, köztük a Pancsa Pándava Kundát, ahol valaha a pándavák murtiait imádták egy ma már romba dőlt templomban. A közelben van a Pándava Kúpa, az a kút, melyből Pándu fiai húzták vizüket, és ahol Draupadi mosott. A vidék számos más szent helyhez hasonlóan, azonban ezeket szintén beszántották. Nem semlékszem annyira a kultra, de ez egy ilyen közel helyiség, nagyon ilyen beépített helyiség. És akkor is gondolkodhatunk erről a dologról, hogy itt van, emlékszem, amikor ugye vatták először arról volt szó, hogy jöjjenek és költözenek Visnagrajba, hát most is egy ügy, és egy nagy dolog volt a ugye Mandajiknak, hogy most kézzel kell nekik mosni, nincs elektromosság, és jelenti, hogy nincs mosógép, és akkor lehetett menni, ilyen dolog nem létezik. De hát persze létezik, és ez történt mindenhol a világban, egy pár év ezelőtt, mielőtt voltak a mosógépek. És csak ez hozzájárult az élethez, és itt van a királynő, igazából az egész bolygónak a királynője, és ő meg mossa nem csak az ő holmiát, hanem mossa az öt férjeinek a holmiát, és amellett csinál minden mást. Főz, és csinálja másik, nem is tudom mondani, hogy házi dolgok, nem volt semmi ház, mert itt laktak. De a fő dolog az, hogy ez a körülmény ugyanúgy, mint Sita Devi, amikor Uram Csandra mondta, hogy ki, akkor én is megyek számzájtra, akkor én is megyek el, jöttek csomagokat, mondtam, akkor én is jövök. Maradhatok volna ott, de nem maradt, és mondtam, hogy ha te mész, akkor én is megyek. Egy brámana házában, melyet Pancsa Pándava Tirthának is neveznek, Judhisthir Maharajnak és két testvérének murtiát szolgálják. A hagyomány szerint egy ideig itt is éltek a pándavák. Hatalmas. 2,5 méter magasan. És nincs igazából oltár, csak oda mész, és így felnézel, és ilyen magasabb fekete murtik. A murtik fekete színűek, és rendkívül magasak. Judhisthir Maharaj, imádott hősünk, murtiából olyan fenséges, lenyűgöző odaadás állat, hogy a látogató önkéntelenül is a földre borul előtte. A pándavák házával átellenben áll Kámeshvara Mahadeva temploma. A murtit eredetileg a pándavák imádták, később pedig Vajjanápha, mint az erdő védelmezőjét állította oltárra. Szóval, mint hogyha ott a könyvtár az a templom, és akkor itt, ahol Srila Prabhupada lesz, és már itt van, még lehet, hogy arrébb is, már olyan közel van a Kámeshvara Mahadevnak a templomja. Szóval ez úgy, mint falu vége, és akkor arrafelé van a Dharmakund egy, hát úgy, mint itt a parkolóban. Csak így lefelé lejt, mert ezt dombondom. A legkiválóbb félisten, Mahadeva, saját hatalmával ruházta föl ezt a helyet, így a templom melletti tavacskát Manikarnika gátának nevezik, aki őszinte szívvel megfürdik vizében, felszabadul. Ugye ez a Manikarnika gát, ez egy nagyon híres gát a Prayagban,
és aki ott elhagyja a testét, akkor automatikusan felszabadulást kap. Ez az eredeti marikarmi. Mindennek van, mindegyik szent helynek, az univerzumnak az eredeti formája Vrindavanban van. Ugyanúgy, mint mindegyik félisten, vagy ami van az eredeti formájuk van Vaikunthában, ugye? És aztán Vaikunthából jönnek, ott vannak a bhakta forma, aztán azok kiterjednek, és akkor vannak a mind a prototípus, univerzális forma, univerzum kívül forma, és aztán vannak a univerzum belt forma, akik meg feltétel az kötött lelket. És hasonlóan vannak az eredeti szent helyek, azok Vrindavanban vannak, és akkor más szent helyeknek van más része ezeknek a helyeknek a potenciál, ami már tanít a gát. Vrisabánu király és felesége gyermekáldás reményében zarándokoltak Kámjavanába. Szívbőjövő imákkal könyörögtek Kámeshvara Mahádévához, és nagy odaadással fülöttek meg a Manikarnika Kundában. Vrisabánu Maharács nem hétköznapi gyermekre vágyott. Olyan gyerekeket akart, akik ékes bizonyítékai lesznek majd családja Isten iránti szeretetének. És az Úr Mahádéva meghallgatta imáit. Kirtidá anya egymás után három isteni gyermeknek adott életet. Sridámának, Simati Rádháráminak és Ananga Mandzsárinak. Valamennyien az Úr Krisna bensőséges társai. Vrisabánu király családjának tagjait természetesen örök kapcsolat fűzi egymáshoz, és ahhoz, hogy találkozzanak, nincs szükség az Úr Siva áldására. Ám ahogy a Krisna, úgy társai is a földi szokásokat követik. Ugye a bakták nem szeretnek Krisnától kérni semmit. De van, amikor Krisnának a szolgálatára ugye akarnak kérni valamit, és mint hogyha valaki, itt ez egy példa, hogy mi van, amikor vajsnagok akarnak különleges gyerekeket szolgálni az urat. Szóval azért sokszor mennek új Sivához. Nem azért, mert új Siva egy félisten, most nem félisten imádatról van szó, hanem azért, mert vajsnag. És ugye Vaisnavnak ugyanolyan potenciálja van áldást adni, mint Krisnának, és ő meg, őt úgy kényelmesen érzik a bakták, őt meg közelíteni, mert őnekik is ugyanaz a hangulata, hogy hát igen, ami jó Krisnának, hú, ez egy jó ötlet, hogyha neked vannak ezek gyerekek, és akkor tudsz hozzájárulni Krisnának a kártteléséhez. És akkor ezért, amikor van ugye, azért van nekünk Kopisvar Mahadév és Jogamaya Krisnabőrökben, hogy és akkor ott ugye, minden hétfőn akkor szolgálják a kapták a Úr Sivát. Pont ezért a dolog én, hogy amikor van olyan vágyunk, amikkel nem akarjuk Krisnát megközelíteni, akkor lehet megközelíteni a Úr Sivát, vagy Jogamaya. Amellett, hogy Srila Prabhupád nagyon, nagyon erősen prédikált a félisten imádat mellett, de ugyanakkor látjuk, hogy mindenhol, és aztán Srila Prabhupád is ezen kommentált, hogy mindenhol, mindegyik dhámba, Vaisnáv templomokba, Úr Siva mindenhol van. És dhámba mindenhol van, Májpurba mindenhol van, megközelíteni Krisnát, az Vaisnavon át, és Vaisnavon a társadó, és a legjobb Vaisnav az Úr Siva. Jó, most befejezzük, és akkor ez lesz a vége a mai olvasásnak. Kánonban a szent helyek némelyike a közelmúlthoz köthető. Néhány Vrajai Murti, Aurangzeb kegyetlenkedése elől menekülve,
egy ideig Kámanban rejtőzött, mielőtt Jaipurba vagy újra Brajába ment volna. Később templomokat is építettek a Murtiknak, melyek lakhelyükül szolgáltak, például Ráda Vallabának, vagy csak látogatásuknak állítottak emléket, például Ráda Govindának és Gopinátának. Ráda Govinda templomában egy nagyon régi Vrindádévi Murti található. Vajcsra avatta be Vrindávanában, a Brahma Kundánál, de az idők során sok más Murtihoz hasonlóan nyoma veszett. Rupa Goswami talált rá a Brahma Kundában. Vrindádévit ekkor a Goswami kérésére a Rajman Singh által épített Ráda Govinda templom melletti kis kápolna oltárán helyezték el. A Murti meglehetősen nagy, fekete szeme, piros posgás arca és 10 karja van, melyeket ruháinak redői általában elrejtenek. Az, hogy Kámyavanában él, Krisna baktái iránti együttérzésének a jele. Amikor elérkezett az idő, hogy Vrindában Murtiai Kámamból Jaipurba költözzenek, Vrindádévi így szólt Govindaji papjaihoz. Én nem hagyhatom itt Brajzsát. Mit gondolnának a bakták, ha elmennék? Hogyan hihetnének Vrindávanában, ha maga Vrindádévi sem lenne itt? Krisna jöhet-mehet, ahogy kedve tartja, de én nem megyek sehová. Itt kell, hogy hagyjatok, Kámyavanában. Sok Murti már nincs Vrindávanban. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért mentek el Murtik Vrindávanból. Egy szempontból nem a különleges megkésre is elment Vrindávanból. De elmentek Jaipurba legtöbben, és amikor mentek útba, akkor templomokat építettek nekik. Azért itt Kámyavanban vannak a templomok, addig, amíg itt voltak. Kámyaván, mint az utolsó hely, mielőtt aztán belépnek Rajasthanba, csak pont a határon van. És ott van a Govindaji templom, és a Gopinath, és Madan Mohan, mind volt templom, és mindig amikor a Murtik mozdultak, azért nem engedték, hogy oké, akkor itt van egy üres templom, hát már itt volt az Úr, és akkor Fatigu egy új Murtit beavattak, aki a kiterjedés annak az eredeti Murtinak. Vrindádévi, most itt két Vrindádévi igazából van, és ahogy ezt így olvastuk, ez úgy nem egyértelmű, hogy két Vrindádévi van, egyik nagyon nagy. Hát ugye nagy, és ő van Kámyavanban. És van egy másik Vrindádévi, aki meg ilyen kicsi, és ő még mindig ott van a Ráda Govindaji templomban. Rupa Goswami ugye imádta itt a jogmáját, és hát ott egy jogamája, Vrindádévi, és amikor mentek a vitték a Murtikat, akkor vitték jogamáját is. Én elmentem a baktáknak, elmentünk Govindaji templomba, ott alul, nem hiszem, hogy most mentünk, korábban mentünk, amikor elmentünk egyáltalán Govindaji templomba. Szóval a Govindaji templomba megyünk, ami egy különleges, csodálatos épület, és annak van ilyen mindegy kereszt, és itt a jobb oldali szárny, a bejárattól a jobb oldali szárnyba, ott alul a pincébe, ott volt Rupa Goswaminak a Bhajan kultúrja, és ott található most jogmája,
a jogamája, amit mi imádunk Krisna völgybe, az róla egy minta. És akkor ott van egy alagút, amit lehet látni. És abban az alagút, ami valami 100 méter hosszú, azon át igazából vitték a multikat ki. Mi próbáltunk ásni alagutat is Krisna völgybe, amikor építettük a templomot, és úgy sikerült is, hogy hát ahol az oltár van, akkor leástunk egy olyan 3 méter, és akkor úgy volt, hogy az épület alatt csak akarta építés kicsit megválni, hogy milyen mélyen megyünk, mielőtt az alap alatt ásunk. Tehát ez aztán a munkások nem szerették az ötletet. Mert mondták, hogy tudjuk, hogy mi történik. Aki ássa az alagutat, őt aztán megölik, hogy titok legyen az alagut. Ez nem volt pont az ötlet, de úgyisten nem volt idő. Nem volt idő, és aztán most betöltöttük, amikor csináltuk a klipet, be van töltve. Szóval, de Brindadevi nem volt hajlandó elmenni. Többi murtik mentek, de ő akkor, és már sem emlékszem, hogy Rajman Singh, ő volt az, aki vitte a murtikat, ő volt akkor hát ő volt igazából a hadsereg vezető, egyik hadsereg vezetője a parnak, és akkor úgy, hogy nem. Úgyhogy Brindadevi elmegy Brindavanból, de jelentősége Brindavannak, akkor miért jönnek ide mások. És akkor ő ott maradt, és ott látható, nagyon szép, nagyon nagy, és itt ott van közel a Bimakunknak a partján, és ez nekünk is a imánk, mindig imádkozni Brindadevi, mert ő az, akinek az áldása alapján, akkor be tudunk lépni Brindavanba, Radha Krisnának a kedveléseibe, és tudjuk megértékelni ezeket a dolgokat. Meg is álltunk, annak sok része Kámivának, amit maradt, de most már 3.9-ban, aminek holnap kell indulni repülőtérre, és meg pakolni kell, és akkor megkésem. Köszönjük szépen! Sivasivaranszvámi Maráncs ki! Jáááá! Tágor Rakurindaki! Jáááá! Sivraupár ki! Jáááá! Tájnyi Tájgó Fény Maráncs!